A mesterséges intelligencia, az automatizáció és a robotok elterjedése jelentősen átalakítja világunkat és mindennapi életünket. A Nyíregyházi Egyetemen most egyenlőre csak a focipályán versengtek a mesterséges intelligenciával felruházott robotok. Két csapat robotfocisai küzdöttek a pályán a győzelemért a 12. Magyar Ifjúsági Robotkupán. Tamás már 2 éve a Nyíregyházi Moszat Robotika csapat tagja. Színházi műsorra készültek a versenyre, amelynek forgatókönyve rendkívül meghatóra sikerült. Az lesz a történet, hogy lesz egy pingvin család, apa, anya és egy kisfiú, és a kisfiú kergeti a halat, mert hogy éhes, és az apa meg az anya valamint veszekednek, és a kis pingvin elkezdi kergetni a halat, és így beleesik a folyóba, nem tud még, mert kicsi, úszni, és ezért kiabál az anyukájának, meg az apukájának is, megtalálják, és szólnak, hogy ne menjen egyedül a víz közelébe, mert nem tud úszni. Egy nemzetközi szabályrendszer szerint folyt a nyíregyházi robotok versenye. Ezeket a szabályokat azért is fontos betartani mindenkinek, mert csak azok utazhatnak az Európa bajnoki és világbajnoki döntőkre, akik a nemzetközi RoboCup szabályai szerint kerülnek be az élmezőimbe. A 12. Magyar Ifjúsági Robotkupa nyíregyházi fordulójára összesen 12 csapat érkezett. 3 ligában indulnak, ugye a fociban, a színházligában és a Co-Space társtér menekítő ligában. A csapatok érkeztek Budapestről, Esztáról, Hajdú megyéből, aztán Kisvárdáról és Nyíregyházáról összesen. Akik a mai napon bajnoki címet szereztek, a 3 ligában 2 világversenyen is részt vehetnek. Az egyiket Olaszországban rendezik május végén, a másikat pedig Kanadában. A Kisvárda csapata nagy tervekkel érkezett a versenyre, sokat dolgoztak a robotokon, és bíznak benne, hogy kijutnak a világversenyekre. Mi most egy ilyen előadást készítettünk. Az előadás arról szól, hogy egy ilyen 60-as évekbeli bárt próbálunk jellemezni, közvetíteni, és lesz egy robotunk, ami ott látható, ami azt takarja, hogy ki tudja majd egy adott szenzorok érzékelik, hogyha közelében van, és megszólalunk, akkor kijönt nekünk, tehát kikérdezi, felismeri a hangunkat, azáltal is kijönt nekünk egy adott vizet. A versenyről senki nem térhet haza üres kézzel, az ajándékok mellett serleget és pénzdíjat is kaptak a legjobbak.